A napsütötte őszi erdőt, felkavarta a szél. Egy helikopter falevélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett le. Gesztenye kislány a főszereplője a Győri Balett új produkciójának, melynek címe Tánci Tánci, és a legkisebbeket célozza meg. 2020 júliusában ugye indul most a Győri Balettes, a Csecsemő Színház programja Tánci Tánci elnevezéssel. Ez a mai, az első lépés. Most teszük meg az első lépéseket a legkisebbek felé, és nagy izgalommal várjuk, hogy mi is lesz ennek a további rezonanciája. Nagyon hiszünk benne. Hiszünk benne az, hogy van létjogosultsága a művészetünknek már a legfiatalabb korosztályt is megcélozni, és várjuk ennek a visszajelzését, hogy hogyan tud tovább rezonálni, hogyan tudjunk eljutni az intézményekbe, és legfőképpen a gyerekekhez. Velekei László elmondta, két változat is készül az előadásból, az egyik a bölcsődés, a másik az óvodáskorú gyermekeknek. A Csecsemő Színház másik megálmodója Csepi Alexandra volt. Győri Balett már nagyon régen fontosnak tartotta, hogy a legkisebbeket is bevonja a művészetébe. Eddig főleg óvodáskorú gyermekeknek, vagy inkább iskola alsósoknak készült, vagy ifjúsági korosztálynak készültek előadások, és most olyan nehéz feladatra vállalkoztunk, hogy elindítjuk ezt a tánci-tánci programot, ami igazából a nullától 3 éves korosztályig szeretném bevonni a gyermekeket a táncművészetbe. Próbáltunk olyan előadásokat választani hozzá, ami biztosan az ő specifikus igényeiknek megfelel. Marék Veronika írásai igazából kortalanok, de mégis a legkisebbeknek szólnak, a kedves kis figuráikkal, és ezért esett a választás erre a Kip-Kop és Tip-Top mesére, és a közeljövőben szeretnénk majd ennek a további sorozatnak a részeit folytatni. A darab elkészítésekor nagy hangsúlyt fektettek az olyan vizuális elemekre, mint a díszlet és a jelmez, amik rendkívül színesek. Az előadás után pedig egy ringatóhoz hasonló foglalkozással vonják be a gyerekeket, és hívják őket a tánctérre. A zárt körű bemutatón ott volt Marék Veronika, a Kip-Kop és Tip-Top című könyv szerzője is, akinek nagyon tetszett az előadás, és az is, hogy szinte az egész könyvet elmesélték. Ami nekem nagyon meglepő volt, az, amikor a mesében megjelenik maga a tánc. Tehát két ilyen elem volt, amikor Kip-Kopnak elmeséli a Tip-Top, hogy mi mindennel próbálkozott, de ez teljesen a tánc nyelvén, és ez csodálatos volt. És hát a végén ez az örömtánc, ez is ragyogó volt. Gondolkodtam, hogy tudják elmondani azt, hogy amit a mesében egy röpködés fejez ki az erdő fölött, ezt hogy tudják a táncban bemutatni. És hát itt volt megint a tiszta tánc, megjelent. Az előadásra meghívták több bölcsőde és óvoda vezetőjét, hogy az ő véleményük segítségével tökéletesítsék majd az előadást. Nekem nagyon tetszett az előadás. Egyrészt ugye figyeltük az előadás hosszát, mennyire lehetne ezt a pici gyermekeknél bevezetni. Ez egy új kezdeményezés, nagyon-nagyon örülünk neki. Nagyon tetszett az előadás, tetszettek a figurák, tetszett a megközelítése. Én azt gondolom, hogy Marék Veronika könyvei ismertek mindenki előtt, és nagyon alkalmasak arra, hogy a legkisebbeket is megismertessék a mozgás, egy picit a zene szépségét, a természet, az állatok, tehát ez nagyon közel, én azt gondolom, hogy ez abszolút az ő korosztályuknak megfelelő előadás volt. Nagyon tetszett az, hogy a vége felé kis interakcióba kerültek a gyerekekkel, tehát ez a labda dobálgatás, a részvétel a végén, ez nagyon aranyos volt, és azt gondolom, hogy ez teljesen el tudnánk fogadni, és nagyon remélem, hogy sikerül hosszú távú kapcsolatot kiépíteni. Az apróságok nagy figyelemmel nézték végig a körülbelül negyedórás darabot, majd utána közösen énekeltek és táncoltak.